Következik a Szájkarate 2.0. A rádióért online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat. Ez itt egy újabb Szájkarate 2.0, Demián Zsolt és Lenkár Péter a mikrofonok mögött, ugyebár aktuális híreket, az elmúlt egy hét híreit vesszük górcső alá, és beszéljük át, kiemeltünk itt megint, hát ha jól számolom, olyan 8-10 hírt, Bihar megyéből, az országból, illetve a világ hírei közül. Üdvözöllek, Zsolt! Jó rádiózás, szia Péter, üdvözlöm én is a hallgatókat, és téged. Megpróbálok jó kedvre deríteni, mert épp nem jó kedvel érkeztem most hozzánk, de nem miattam van a probléma. Nem miattal, és a rádióhallgatók ebből nem fognak érezni semmit sem. Szuper. Kb. Ennyit, amennyit én most itt elárultam. YouTube csatornánkon, hát mondjuk úgyis itt hallgatjátok, úgyhogy tudhatjátok, hogy itt van, de minden esetre elmondom, hogy fel lehet iratkozni. Egy-két kattintás az egész a honlapunkon, az erhangja.hu per rádió oldalon, illetve a Facebook oldalán a rádiónak is meg lehet találni azokat a linkeket, amelyek segítségével tényleg pár másodperc alatt egy-két kattintással ott is lehet teremni a YouTube csatornánkon, és onnan már tényleg csak egy kattintás a feliratkozás. Ez azt jelenti, mert sokan kérdezik tőlem, hogy akkor mi van, hogyha ők feliratkoznak, akkor az van, hogy onnantól kezdve minden nap kap majd az illető egy értesítő e-mailt, hogy a rádiója stábja feltöltött egy új friss anyagot. Ez ugye minden hétköznap megtörténik valamikor déltől, úgy délután folyamán, ez változó, de a lényeg az, hogy minden nap kerül fel friss adás. Ugye beszélgetős adásaink vannak, ha vendégünk érkezik, akkor a Szeretlek Székely Híd, hogyha így Zsolttal ülünk össze, akkor a Szájkarate 2.0, illetve van nekünk értágítónk is, ahol Rupási Csilla kolléganőmmel, illetve Kis Lóránt kollégámmal négy érdekes témát gyűjtünk össze egy órában, azokat beszéljük át, és természetesen minden témában várjuk a ti hozzászólásaitokat is. Na de csapjunk is akkor bele, előbb maradjunk Bihar megyében, ahogy azt már lenni szokott. Van itt egy statisztika, ami a napokban jelent meg, a Bihar megyei lakosság nyilvántartási ügyosztály, vagy hogy is hívják ezt pontosan, mi ennek a hosszú megfogalmazása már nincs itt előttem, de minden esetre a nem hivatalos adatai szerint tavaly Nagyváradon 3858 román, 516 magyar és 818 román nemzetiségű gyermek született. A hírben még vannak statisztikák elhalálozásokról, illetve házasságkötésekről. Mikor bedobtam a számokat, azt mondtad, hogy összeráncoltad a szemöldöket. Jól értem, durva a számítás szerint 3000-rel több román gyermek született, mint magyar. És 300... Vagy legalábbis Váradon van anyakönyvesztetve. Igen. Hát végeredményben azok meg is születtek valahol. Igen. És 300-al több roma származású, mint magyar. Tehát a magyar etnikumú gyerekek minden tekintetben teret veszítenek. És ezáltal ugye az ehhez a nemzetséghez tartozók száma is egyre inkább visszászorul. Ezzel ráncoltam picit össze a homlokomat. Az is igaz ugye, hogy nagyobb az aránya a román lakosságnak Nagyváradon, tehát nem nehéz jobb eredményt generálni, hogy többen is vannak. Erre mindig az egyik nagyváradi magyar politikus jut eszembe, aki el szokta mondani minden ilyen és ehhez hasonló beszélgetésben, hogy ő erről nem tehet, mert neki van 5 gyereke. Akkor azt hiszem, tudom is, hogy kiről van szó. Ugye úgy kezdődik a hír, hogy a nem hivatalos adatok szerint, és ugye utána meg is vannak a számok, és úgy folytatódik a második mondata a hírnek, hogy hivatalosan az újszülöttek nemzetiség és vallási hovatartozásáról nem vezetnek a most statisztikát. Mégis itt pontosan tudunk egy számot, ez az 3-at. Igen. Ez mindenhol így működik amúgy?
te hogy vagy erről értesül, vagy hogy ez olyan, mint a, tudod, mikor a székely felesége főz egy csomó töltött káposztát, áthívják a szomszédot, és akkor mondják neki, hogy vegyél, az eszik, és akkor mind kínálják, hát ő még eszik egyet-kettőt, és akkor a végén mondja, hogy na, íz lett, azt mondja, igen, de mennyit ettél? Hát úgy ötöt, hát volt az 8 is, de kiszámolta. Ez is kb. Olyan, hogy hát nem nézzük, de azért tudjuk, hogy 3858, igen. Mint ahogy mondtam, nagyjából a többi szám, mármint az elhalálozottak, illetve a házasság kötések, azok viszont megegyeznek az elmúlt két évben, ugyanis tavaly 3449 elhalálozást regisztráltak. Összesen? Remélem, hogy ez már hivatalos, igen. Előtte egy évvel pedig 3300-at, tehát valamivel több volt tavaly, mint tavaly előtt, illetve házasság kötésből viszont több volt tavaly, mint tavaly előtt, 1674, illetve 1564 2017-es évre, úgyhogy ez viszont nőtt, ugye ezzel is problémáik vannak az egyháznak, hogy csökkennek a házasságkötések száma, mind Bihar megyében, mind a világ, hát inkább maradjunk Európánál, mert nem tudom, mit tudom én, Fülöp-szigeteken, hogy ez milyen arányban van. Kit érdekel? Meg amúgy igen. És akkor ezek mondjuk valamilyen szinten nőttek egyik évről a másikra. Maradunk akkor még... a várható gyerekek születési száma is nőni fog, hogy a házasság? Hát, kötések száma az hát, hogyha mindenki ötöt produkál, akkor mindenképpen. Tehát ez már egyszerű matek, ugyebár, hogyha jól számolom, akkor 110-el több házasságkötés volt, ha mindegyikőjük ugye 550 elkészít 550, igen, az már ott van, az már több, mint az idei felhozata. És akkor már legalább a másodikak vagyunk a mezőnyben. Igen. Hát meglátjuk majd, a jövő évi statisztikákból tudunk majd igazán messze menő következtetéseket levonni. Azért 100 év alatt hogy le lehetett csúszni a dobogó legkisebb fokára? Hát igen. Ezek azért ezek tényleg ilyen hosszú távlatba vevődik jobban észre, mint mondjuk így pár év alatt. Azért kíváncsi lennék egy ilyen, mit tudom én, nem mondjak sok számot, vagy nagy számot, mondjuk egy a 30 évvel ezelőtti statisztikára, mondjuk ugye 80-as évek végén, 90-es évek elején, hogy változtak így az arányok, vagy hogy voltak akkor az arányok. Szerintem, ha kigúglézunk, megtaláljuk. Biztos vagyok benne. Mondjuk, ha ez hamarabb eszünkbe jutott volna, akkor még ezzel így felkészülve kezdtük volna el a műsort, de már Zsolt már pöttyög is. Én addig elmondom, hogy maradunk még Nagyváradon. Zsidó deportáltak utcájának szeretnék átnevezni a régi Vámház utcát, ma Szucsevei utcának hívják. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazott arról, hogy a Gosdú teret Mihály Vitézú térré nevezik át, illetve az előbb említett Evrejlor deportáci nevű utca cseréje viszont nem lesz aktuális, ugyanis ezt leszavazták. A határozat tervezetből egyébként kiderül, hogy a a Bihar megyei prefektúra köztéri elnevezéseket elbíráló bizottsága nem hagyta jóvá ezt az elnevezést. Helyette a Getoului, vagyis Getto, vagy Getoului Mai Junie, Omien No Sute Patruzesi Patru, vagyis Getto 1944. május-június utca elnevezést javasolta. Nem tudom, hogy ennek mi a háttere, vagy hogy miért jobb az egyik, mint a másik. Az úgy konkrétabb, hogy 44. május-június, gondolom, akkor történtek a váradi zsidók elszállítása. Igen. De hát az meg olyan snasz, hogy akkor ilyen nagyon széles körű a megszólítás, hogy deportált zsidók utcája? Vagy miért ennyire fontos egy ilyen projektbe ezt ennyire odafigyelni? Voltak olyan vélemények, és én igazából ezt támogatom, hogy meg kellene keresni olyan zsidó személyiséget, aki Nagyváradon élt, és valami klassz dolgot tett Nagyváradért, vagy az életében, vagy az emberiségért. Tehát egy olyan kiemelkedő szemét kellene keresni, aki nagyváradi zsidóként tevékenykedett Nagyváradon, és szerintem annak a nevéről kellene
elnevezni. Ez, hogy deportáltak, eldeportáltak utcája, meg zsidók... Azon túl általános? Nekem picit erősnek tűnik. Uh-huh. Meg olyan személytelen. Uh-huh. Na jó, de a másik is olyan személytelen, nem? Persze. Mindegyik. Ja, hogy mind a kettőre persze, értem. Igen. Ezért mondom azt, hogy mert ugye, hogyha a 44-je, 1944 május, nem tudom, hanyadikát adják névként az utcának, szerinted 100 ember, 100 várdi emberből hány ember fogja tudni, hogy az miért van. Margitán van nekünk például olyan utcánk, hogy Dankó Pista, hasonlít a történet. Dankó Pista egy cigány muzsikus volt, nem akármilyen egyébként. Primás. Igen, és belga hercegnőt vette feleségül, tehát tényleg a kiemelkedők közé tartozott. Olyan önkormányzati alkalmazott kollégám nem tudta nevét, vagyis nem tudta, hogy ki az a Dankó Pista, és miért van Dankó Pistának utca, miért van Dankó Pista utca elnevezve Martán, akiről nem gondoltam volna, hogy egyébként nem tudja. Hát azért mondom, hogy még egy név sem biztos, hogy sok esetben elég, nem hogy egy 1944 május, nem tudom, hanyatika. Az meg picit erős, hogy deportáltak utcája. Picit olyan... Személytelen, igen, tényleg talán ez a legmegfelelőbb. Közben megvan a demográfiai... Ügyes vagy és gyors. A Wikipédia tudja. Egyébként sejtetem, hogy a Wiki tudja. A Wiki sok. A Wiki mindent tud egyébként. Hát 1787-ből van az első följegyzés. Ott nem írja még, és 1869-ben is van feljegyzés. Nem írja, hogy milyen az etnikai felosztás, de 1787-ben 9790 ember élt Nagyváron, tehát majdnem 10 000, ugye 210 hiány. 1869-ben már 28698 fő, itt még mindig nincs adat arról, hogy ki milyen etnikumba tartozott, de 1880-ból, tehát rá 11 évre már van adat. Tehát a város lakossága 31.324 fő, ebből 86,4% magyar anyanyelvű, 6,6% olá, és meg is jegyzi, hogy azaz román, 4% német, hitfelekezet szerint pedig 31,8% római katolikus, 27% református, 26,1% izraelita, 6,7% görög katolikus, 5,9% volt az ortodoxok száma, és akkor jöjjünk egy picit a 90-es évekbe, mert itt evidens sokáig igazából ez marad. 1900-ban például a 47 ezernek a 91,3%-a volt magyar. Akkor menjünk úgy az 50-es, 60-es évekre, az 1950-es. Az az érdekes, igen, épp ez az érdekes, azért. Hogy 41-ben, tehát 1941-ben, ugye ott már mozgolódtak ott már rendesen megmozgódtak a dolgok, 98.621 ember élt. Itt már nem ír százalékot, de még mindig érezhető a magyar fölény. Tehát a 96.621 emberből, aki 1941-ben élt Nagyváradon, 90.715 volt magyar, és 5.104 volt a román, 696 a német, 110 a szlovák, 1560 a zsidó, ez is egy érdekes adat, ezt kérlek jegyezd majd te meg, és 107 a cigány, tehát 1560 a zsidó 41-ben. Ugye, mert a második hír meg pont erről szólt. És akkor 56-ban van a következő adatunk, 99.663, tehát nagyjából. Igazából 1000 fővel durván lett több. Ebből 59.072 a magyar, tehát úgy érzik a világháborúnak. Fele, ugye, a 90 ezerből már csak 59 ezer. És az 5.104 román földuzzadt 35.644-re. A majdnem 700 német az lecsökken 344-re, ez is felére. Ez is fele. A szlovák marad ugyanott a 110-ről 106-ra csökken, és a zsidó az 1560-ról emelkedik
3610-re, ha csak nincs elírás. Wow. Tehát emelkedik, ha csak nincs elírás, mondom még egyszer. De ez már 56, ugye? És akkor ugroljunk a 70-es évekbe. Ott. Ugye azt mondtad, hogy ez úgy érdekes neked. De én azt mondom, hogy a 66-ot is még azért elmondom. 66-ban 122.534 ember él, ez egy jó 30.000-rel több, ugye, mint a 56-os, tehát 10 év alatt. Ebből 62.955 magyar, 56.436 a román, tehát itt már mondhatjuk, hogy igazából 50-50-be megy a dolog szinte. A német 518, a szlovák 178, a zsidó 1463. Itt van egy óriási visszaesés igazából, vagy óriási, hát visszamegy a 41-es szintre. Igen. És 77-ben, 100, ez még 11 év, a 122-ről 170-re nő a lakosság száma, a magyarok nőnek tovább, 62.955-ről 75.125-re, viszont a románok is nőnek, ők 91.000-re. Tehát a 70-es években már túlépik a magyaroknak a számát. Németek, szlovákok igazából szinte azt a szintet tartják, a zsidók felére csökkenek, 780 zsidó van itt már csak a 70-es években. 92-ben 222.741 ember él, ebből most már a románt is írja elsőnek, 144.244 román, és 74.225 magyar. És bejön itt a második helyre a cigány, 2137 cigány ember vallja magát ilyen nemzetiségűnek. 2002-ben pedig ugye visszábesik 92-höz képest nagyváros lakosságot, 206.627 főből az előfalvakban élőkkel együtt írja egy zárójelben, már csak 56.830 magyar van. Nézzük, hogy ez az 56.000-t, hogyha visszamegyünk az időbe, hova lehet betenni, igazából sehova. Sehova, hát mindenhol legalább olyan. Hát 1900-ban még nem írja, hogy ki mennyi. 1910-ben volt 58.425. Igen, de akkor a lakosság is teljesen más volt, persze. Igen. De számszerűleg ugyanannyi, arányában persze elment a fenébe, mert 27,5%, ott még azzal, ezzel a számmal 90, mondom rögtön, ezzel a számmal még 91% volt a magyarok száma, úgyhogy 2002-re igazából teljesen átbillent, 100 évről beszélünk, hölgyeim és uraim. 100 évről beszélünk, számilag visszamentünk 100 évet, és arányában pedig teljesen. Hát éppen teljesen nem, mert 27% a 91-hez képest, tehát ha 10%-on lennénk, akkor lenne kb. Ott, de hát már majdnem ott van. Na hát köszönjük a statisztikai perceket, érdemes azért néha ilyeneket böngészni. Következő hírünk azzal foglalkozik, hogy egy elég nagy robbanás volt Vaskósziklásán a hét elején, mégpedig hétfő este egy gázpalasztöltő állomáson sérült meg 10 ott dolgozó, heten nagyon súlyosan. Részleteiben leírja itt a hír, hogy honnan érkeztek a mentő osztagok, tűzoltók, stb. Illetve, hogy és ezt mondtam is így Zsoltnak a műsor előtt, hogy 4 személy súlyos állapotban van az intenzív osztályon, ők légúti égési sérüléseket szenvedtek. Úgy igazából nem gondolsz bele így a hétköznapokon, hogy egy-egy ilyen balesetben milyen sérüléseket szenvedhet valaki. Én is ma szembesültem ezzel a légúti égési sérülés nevű fogalommal, hogy ez egy nagyon kellemetlen dolog lehet. Hát az jó, már úgy maga egy égési sérülés. Az a jó, mi nem tudunk erről bárhol hitelesen van, igen. Hát igen. Beszámolni. Igen, egy légúti égési sérülés valószínűleg az egyik, úgy kezelni is. Igen. Furcsa, hogy? Igen. Tehát igen, hogy? Igen. Hát az benned van igazából, hangszálaid sérülhetnek, és a többi. Tehát az egy borzasztó dolog. Egyébként igen, amit mondasz te, az égési sérülés is egy nagyon fájdalmas. A cikkben benne van, hogy többen az arcukon, illetve a karjaikon, a felső végtagjaikon sérültek meg. Persze az se kellemes, de mikor az mégiscsak kívül van az emberi testen, vagy hogy mondjam, tehát az
fáj-fáj, de mikor a légutad, ami ahogy te mondtad, az benne van a testedben, az mégiscsak valahogy olyan brutálisabban hangzik. Hát reméljük, hogy lábra állnak az úri emberek, illetve tényleg gyorsan eloltották a tüzet. Bihar, illetve Hunyad megyei járművek is megjelentek a helyszínen. Természetesen 43 katonai tűzoltó, 2 orvosi, 3 orvosasszisztens és 2 mentős vett részt az akcióban, ami vörös jelzésű beavatkozási tervet igényelt. Még egyszer mondom, remélem lábra állnak. Szóljatok hozzá a műsorhoz, mondjátok el véleményeiteket kommentben a videó alá a YouTube csatornánkon, vagy a rádió oldalunkon, a Facebookon. Csak hogy ezt a blokkot ne ilyen szomorúan zárjuk, találtam egy viccet a Facebookon. Srác kérdezi a hölgytől, hogy figyú, lenne kedved egy kávéhoz? Mire a lány? Hát ha esetleg jobban néznél ki, talán, bocsi, erre a fiú. Ha jobban néznél ki, nem téged hívnálak. Következik a Száj Karate 2.0. A rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat. Folytatódik a Száj Karate 2.0, Demián Zsolt és Lenkár Péter a mikrofonok mögött. Körülnéztünk Bihar megyében, az elmúlt egy hétből 3 hírt vettünk elő, beszéltünk át, most nézzünk egy pici országos híreket. Én itt az este még csak hallottam róla, aztán reggel a reggeli élő adásban már belefutottam ebbe a hírbe. Előbb nem értettem a sok Facebook posztot Döncsilával, meg az olasz sebésszel párhuzamba vonva, de aztán leesett nekem is a tantusz, hogy miről van szó. Ugyanis az ügyészség és a Román Orvosi Kamara is vizsgálódik annak a még érettségi oklevéllel sem rendelkező olasz állampolgárnak az ügyébe, aki a román sajtó szerint álnéven tucatnyi plasztikai műtétet hajtott végre neves bukaresti magánklinikákon. A 38 éves csalót az orvosi kamara egyik alelnöke leplezte le a Monza nevű fővárosi magánkórházban végzett első operációja után, írja a Libertátján. Ugye azt kell tudni az úriemberről, hogy hamis papírokkal lett alkalmazott ebben a magánklinikán. Monzába? Nem, így hívják a klinikát, hogy Monza. Igen, amúgy én is azt hittem, hogy ő Monzából jött, vagy így hívják. Minden esetre álnéven vették fel, amúgy olasz neve van, természetesen olasz állampolgárhoz méltó olasz neve, de angol művész neve. Már akkor feltűnt a kollégáknak, mind az altatóorvosnak, mind pedig az egyik asszisztensnek, hogy nem megfelelő módon mosakszik be a műtéthez. De nem tudom, hogy azért ugye elgondolkoztam a hír olvasása közben, hogy sok csalásról hallottam, de az miért jó valakinek, hogy valakinek felvágja az arcát, vagy a mellét, vagy a ugye plasztikai sebészről beszélünk, tehát ezt nem értem. És ráadásul nem is ért hozzá, tehát nem tanulta, nem gyakorolta. Legyek rossz. Mert valószínűleg, hogy a meggazdagodás... az embernek. Tessék még egyszer? Legyek rossz, hát jó, nem jut eszébe az embernek ezek hallatán. Tehát, hogy... Gondolom, hogy nem angyali sugallatra maradjunk ennyibe, hanem a pénz benne van. Igen. Ennyi. Jó, csak hogyha rossz munkát végzel, akkor is megkapod azt a pénzt. Mint plasztikai sebész. De nem itt van a probléma, ő egy őrült. Egy csaló, egy őrült, rendben van. Én nem itt látom a problémát, ott látom a problémát, hogy lehet ez. Tehát, hogy engedi a rendszer? Hogy lehet ilyen könnyen a rendszert átjátszani, és hogy engedi a rendszer ilyen könnyen azt az ismeretlen embert, akit nem tudják, hogy kicsoda, micsoda, honnan jött, be a műtőbe?
Nem az, hogy honnan jött, hát elég, hogyha valószínűleg elég volt, hogy azt mondja, hogy ő igen, meg néhány dokumentumot bemutatott. Cégeknél dolgozott, és már rettetesen nagy rutinja van, stb. Meg olasz. Szóval, hogyha már külföldi, az már egy ajánló levél, én ezzel ezt akarom mondani. Jó, persze, akkor is le kell tegye a papírjait. Külföldön is vannak rossz orvosok, hát és Romániában is vannak jó orvosok. Tehát ez így van, csak ez... Lehet, hogy kellett volna picit figyelgetni az új kollégát, hogy például nem mosakszik be rendesen, mert elkezdte a hónyalját mosni. Hát nem hiszem, hogy ennyire profán lenne a probléma, csak hogy igen. Tehát ez nem olyan, hogy én elmegyek valahol, és azt mondom, hogy én szeretnék itt ebben a kaszinóban osztó lenni, mert hogy egyébként én már Hollywoodban voltam osztó, és nagyon, nagyon jól tudok osztani, meg egyébként a roulette-kerékhez is be lehet ültetni, ma Hollywoodban ott is ültem, vagy 5 évet a roulette-kerék mellett, és na, akkor oda teszik az embert, mert most nagy baj, legfeljebb rossz, kap 2 pofont, és kimegy, hanem kiviszik az őrök. Tehát ez nem ez olyan... Az orvosi szakmában azért nem. Igen, azért mondom, ez egy picivel komolyabb. Ez nem értem, hogy a rendszer tényleg hogy lehet ennyire amatőr, hogy valakit úgy odaengednek, mert neki van egy ajánló levele, meg egy hamis ajánló levele, ugye, meg egy hamis érettségi oklevele, meg hamis orvosi oklevele is. Az is zavar egyébként, hogy mindenhol kiemelik, hogy 8 osztálya, ugye még érettségése, ez a hír is úgy szólt, amiket te olvastad. Most nem ez a lényeg, hogy 8 osztálya, vagy érettségése. A lényeg az, hogy akkor se lenne jobb a helyzet, ha kijárta volna az orvosi, de nincs meg az orvosi diplomája. Igen. Az még mindig nem elégséges, ugye? Tehát nem az a lényeg, hogy 8 osztálya van, és még érettségése se, hanem hogy ő nem orvos, és meg tudta csinálni azt, hogy bemegy műtétre. Nekem... De igazából az arcom leesett. De nem gondolod, hogy talpra esett az úriember? Tényleg inkább őrült? Vagy a kettő aki, ugyanaz? Nem. Hát inkább az őrült, mert amit mondtál, te ez nem talpra esettségre. Tehát, bizony, hát a jéghátán is. Csak meg. Őrült kell legyél ahhoz, hogy bemenjél arcokat felvarni. Tehát, őrült talpra esett. Tehát akármennyire lenne pénz, nem tudom, én mindig magamból indulok ki, vagy próbálok ki, akármennyire lenne pénzre szükségem, soha nem az jutna eszembe, hogy akkor én most eladom magamat orvosnak. Hát, szerintem ezzel még vannak egy pár. Sehogy nem jutott volna eszembe. És ha eszembe is jutna, akkor lenne olyan bátorságom, hogy én most bemenjek műtőbe. És szikével a kezembe. Igen, várjuk le a jobb embereket. Kezét, mondom a jobbat, mondom a kezét. És aki nem értette volna a Döncsillával összekapcsolt párhuzamot, és nem olvasta a közösségi médián a poént, ugye, hogy meg vagyunk döbbenve, hogy egy 8 osztályos olasz fickó eladja magát orvosnak, de hát nézzük meg ki a miniszterelnök, jól mondom? Igen. Szóval ez lett volna az a poén. Vagy hát poén, hát mi nevetünk rajta, de lehet, hogy annyira nem vicces, ugye? Hát ez egy tragikomédia igazából, igen. Poén van benne. Igen. A tanügyminiszter, ez már egy másik hír, most már ugye váltunk egy profilt. Lehet, ez is vicces lesz. A tanügyminiszter nem támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, szól a MASZOL híre. Ekaterina Andronescu oktatási miniszter kifejtette, nem támogatja a radikális intézkedéseket, és a telefon mára már munkaeszközé vált, ezért a megfelelő használatra kell hangsúlyt fektetni. Arra a kérdésre, hogy mi a teendő, szerint az óra közben mobiltelefonozó diákok esetében tanügyminiszter azt felelte, az iskolák, az osztályok, akárcsak a tanulók is különbözőek, és esetenként más-más módszert kell alkalmazni a tanárnak. Két dolog jut erről eszembe. Tegnap utaztam Berettyóújfaluból haza Margitára, és az autóban kiderült, hogy Ekaterina Andronescu tanügyminiszter. Le voltam én ezzel maradva, azt tudtam, hogy volt már tanügyminiszter, nem tudtam, hogy ismét ő. Isten hozta, van itt munka. Azt is elmondták, hogy olyan határozatokat von vissza, amelyeket ő hozott ezelőtt 10 évvel. Azt mondta, hogy ezek most már nem jók. Elmondtam, hogy igazából nem ezért kell bántani a miniszter. Azt mondta, az jó, hogyha legalább beismeri, hogy voltak rossz döntései. Az már mondjuk egy másik kérdés, nem biztos, hogy meg kéne hozni azokat a döntéseket, hogy nem vagyunk meggyőződve, hogy jók, mert azért ugye egy pár generációt megmegásunk, meg elelásunk. Ez nem a vicces része a dolognak. Egyébként a mobiltelefonos iskolában való meddig terjed a használat témában egyetértek a miniszter asszonnyal teljes mértékben. Most el lehet tiltani a gyerekeket
mobiltelefonálástól. Egyrészt a mai világ már nem arról szól, hogy nincs nálunk a mobiltelefon, tehát össze kell kötni valahogy ezt a két dolgot. Ugye mi műsort nem tudunk már vezetni egy laptop nélkül, mert rögtön bejutjuk a Google-ba, hogy Nagyváradnak a lakossága az miként alakul, és a nemzetiségeknek az aránya ott. Itt az a fontos persze, hogy mire használják a gyerekek, mennyire használják a közösségi médiát óra közben, vagy a Messengert, vagy mennyire SMS-elnek, SMS-eznek, játszanak, ne adj Isten, vagy tényleg megnéznek valamit, miközben a tanár mond valamit, nem tudják pontosan utána nézni. Ez szerintem ilyen szempontból nem probléma, ez egy segédeszköz, ez egy munkaeszköz is lehet így ebben a formában. Bár ott van akkor a kis ördög ugye a gyermekben, hogy hát ha megrezzen a telefon, úgyis megnézi, hogy ki írt a Messengeren és mit írt. El kell magyarázni, vagy meg kell értetni a fiatalokkal igazából, hogy abban az egy órában, vagy abban az X órában, amikor az iskolában még órákon a tanárok ezt engedik, akkor az azért van, mert hogy arra kell használni. Nem vagyok annak sem a híve, hogy letiltani őket a teljesen a mobiltelefonról, mert akkor úgy megpróbálják kijátszani, nincs nálam, majd mégis kiderül, hogy nála van. Sőt, ugye egy gyereknél az még hatványozódik, mikor megtiltasz neki valamit, akkor annál jobban szeretné. Amúgy én is azzal értek egyet, vagy egyet értek azzal, hogy okosan kell használni, mert ugye erről beszéltünk, hogy mindig szidjuk a rendszer, de lehet, hogy mi nem tudjuk használni azt a rendszert, most legyen az bármi. Rendszer név alatt, mind mobiltelefon, mind Facebook, mind bármi az életben. Az például szerintem megoldás lenne, hogy mondjuk a telefont csak arra a célra használnák a gyerekek az iskola területén belül, ami a neve. Tehát, hogyha probléma van, akkor felhívjuk anyát, vagy hogyha elmarad egy óra, akkor felhívjuk apát, hogy hamarabb jöjjön értünk, vagy lesz még egy óra, akkor kicsit később jöjjön. Tehát, hogy nem feltétlenül. De egyébként mi honnan tudjuk, hogy nem így van? Nem így van? Mármint a gyerekek agyba főbe használják órákon a telefonokat? Nem tudom, fogalmam sincs, nincs gyerekem, nem kapok ilyen visszajelzést a tanárától, hogy én csak ezekre tudok most jelenleg hagyatkozni, el tudom képzelni, mint ahogy te is mondtad, ott a kis ördög, és persze unalmas az óra, otthon is azt szoktuk csinálni, hogy elővesszük és akkor játsszuk, tehát szerintem a telefonnak az az elsődleges célja, hogy valakivel felvedd a kapcsolatot, ugye azzal, hogy felhívod. Az, hogy a telefonban most már lehet olyan dolgokat csinálni, hogy játszol, filmet nézel, messengerezel, facebookozol, ez már az a plusz dolog, amit a harmadik világban, ha elmeséled egy nigériai falu kisgyerekének, ő is az egyik apukája, azt sem tudja, hogy melyik világról jöttél. Tehát, hogy ezek már olyan dolgok, amiken túl kell lépni, és például, hogyha mondjuk az iskola területén belül, ahogy mondtam, hogy mit tudom én, korlátoznánk a wifi szórást, tehát mondjuk nem lehetne internetre kapcsolódni, és akkor mondjuk, akkor tényleg csak telefonálni lehetne azzal a telefonnal, hogyha bármi baj van. Én amúltkor meg az idén jött be az a hír, vagy futottam bele abba a hírbe, hogy itt Bihar megyével legalábbis, nem tudom, hogy az ország többi területén, városában hogy van, hogy összegyűjtik az osztályban a telefonokat egy közös kis kosárba, tehát a tanár bemegy, összegyűjt, és a nap végén visszakapja mindenki. És az a diák, bocsánat, aki ott hol van és beteg, az azt hívatja a kollégát, hogy körbe hívogatja mindenkit. Igen, lehet, hogy van egy ilyen is, csak hogy... Én biztos kipróbáltam volna. Ja, akkor te vagy a kis ördög, jól van. Szóval, hogy... És ez szerintem ez így rendben is van. Csak aztán, mert ugye az volt a másik, hogy nem is viheti az iskolába a telefonját, és például épp a korábban említett kollégám felháborodva mondta, hogy úristen, hát a nem tudom hány éves lányomnak mi az, hogy nem adhatom oda a telefont, ha bármi probléma van, akkor hívjon fel. Jó, csak akkor meg csak arra használják a telefont, én továbbra is ezt tudom mondani, az eredeti céljának megfelelően. Picit nem lettünk, most a mai szülők nem lettek picit paranoiások? Tehát dehogy nem. Ők is jártak suliba, hát és nem volt telefonunk, nem? Iskolába, igen. Ugye? És nem volt tehát telefon. A probléma volt, nem az volt az első gondolat, hogy hívjuk fel anyát. És ha később jöttünk, akkor anya esetleg bejött az iskolába, beszólt, megkérdezte tanítónénit, hogy
Azt szólt neki, hogy egy órával többet maradunk, hogyha hamarabb mentünk, akkor vagy megvártuk anyát szépen a padba ülve, vagy a folyosón, vagy az udvaron játszottunk, vagy hazamentünk, mert lehet, hogy volt önálló, hogy haza. Igen, csak menni. Mikor már van egy ilyen lehetőség, hogy akkor meg leegyszerűsítsük a dolgunkat, nem kell elmenni a város másik végére az iskolába a gyerekért, hanem ezt egy telefonon is, egy telefonbeszéddel is meg lehet, egy telefonbeszélgetéssel is meg lehet oldani ezt a problémát, akkor most miért ne legyünk ennyire kényelmesek? Igazából azt sem értem, amikor Margitán reggel 8-kor és délben 2-kor az iskola környékei meghal, mármint közlekedés szempontjából. A város az elmúlt 20 évben, ugye olyan 20 éve jártam én általános iskolába, az elmúlt 20 évben nem nőtt akkorát, mármint nem lettek olyan messze negyedeink és utcáink, ahol nem tudnának azóta elmenni a gyerekek. Igazából nem nőtt a város, és haza tudnának menni a diákok. És anyuk, amelyek még nem, mert olyan kicsi, akkor anyuka meg, vagy apuka, vagy a nagyszülő, vagy valaki el tudna menni, érted? Tehát miért kell mindenki autóval hozzavigye a gyereket, és miért akar mindenki az iskola előtt megállni az autóval? Hát ez szerintem már egy külön téma, és ezt majd legközelebb egyszer majd kifejtjük. Ezt tényleg én például Margitán nem tudom, de Váradon láttam ilyen történeteket, meg hallottam ilyen történeteket, annó még a futár korszakomból, hogy például hétfő reggel, de azért érdekes, hogy egy héten, ugye 5 hétköznap van, de általában mindig hétfő reggel van a legnagyobb bolondokháza egy várad jellegű városba. De miért? Tehát kedden már nem mennek iskolába, vagy kedden már gyalog mennek, vagy csak hétfőn lehet autóval vinni a gyereket suliba? Vagy? Hát hétvégén volt ideje a gyereknek kikuncsarálni, akkor ezek szerint a szülőtől, hogy őt autóval vigyék. De van olyan gyerek, hallottam, hogy nem szabad elvinni a suli előtt, mert nem meglássák az utasok, hogy anya vagy apa hozta, vagy ciki? Igen, ciki. Ha, van azok valahol már ciki, de azért jó. De azok is fenekének jó, hogy közelbe elvigyék. De mikor autó vagy mondjuk taxival megy, akkor az már megállhat a súly előtt. Azt nem tudom. Következik a Száj Karate 2.0. A rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat. Mindig a Száj Karate 2.0, beszéltünk olasz őrültről, vagy talpra esetről, ezt mindenki döntse saját magában, illetve írja meg nekünk is a véleményét, illetve hogy az iskolában kell-e szigorítani a mobiltelefon használatot, vagy pedig lehet ezt okosba megoldani, ahogy ezt a slangbe szokták mondani. Megyünk egy picit külföldre, mondjuk messzire nem nagyon, ugyanis egy Magyarországgal kapcsolatos hírünk is megjelent itt a hét elején. 5 év alatt több mint másfélszeresére nőtt a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták aránya, ami azt is jelzi, hogy egyre jobb a magyar egyetemek nemzetközi megítélése, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-nek. Rétvári Bence kiemelte, a felsőoktatás megerősítése miatt a kormány az elmúlt években növelte az egyetemek és főiskolák költségvetési támogatását, ami 2010-ről 2019-re 46,1%-kal emelkedett. Magyarországra legtöbben Németországból érkeznek, a második helyen Szlovákia áll, majd Románia, Szerbia és Kína következik. Több olyan intézet vagy intézmény, aki felméri a világ egyetemeit,
2018-ban a legjobb 1000 között 5 magyar volt az egyiknél, a másiknál már 7, a harmadiknál pedig 6, tehát úgy átlagban 6 egyetem az, ami számottevő. 2019. szeptemberétől 1300 helyett 2000 diák tanulhat állami ösztöndíjasként Magyarországon doktori szinten, írja ezt a hírt az MTI, már elhangzott a hírben. Na, miért jó Magyarországon tanulni? Hát én nem tudom, mert soha nem tanultam Magyarországon, csak eszembe jutott az a tavalyi hisztéria, 2018-as hisztéria, hogy most a magyar kormány és a magyar parlament, vagy hát kormányzó párt inkább, mert az ellenzék azt más gondolt, ugye milyen undok és kirekesztő a CEU-val kapcsolatosan, holott, ha jól értettem, csak azt a szabályzást próbálták a CEU-ra hát ráerőltetni, ami minden más magyarországi egyetemre is érvényes, a CEU pedig, mivel hogy ők külföldi egyetemként, amerikai egyetemként próbálta magát eladni, bizonyos jogszabályok alól próbált is kibújni. Ezt csak úgy zárójelben jelzem, és elmondták, hogy ha a CEU elmegy, akkor mennyi egyetemistát fog veszíteni majd Budapest, és ezen belül pedig Magyarország. A mellékelt hír pedig, vagy ábra nevezzük bárminek, nem épp azt mutatja, hogy itt óriási bajok lennének. Én azt tudom mondani, mivel hogy ugye egy magyarországi egyetemre nem jártam, magyarországi iskolába nem jártam, viszont vannak olyan magyarországi ismerőseim, akik természetesen a saját országukba végezték a tanulmányaikat, hogy teljes mértékben föl vannak ők készülve azokra a dolgokra, amit választnak maguknak, mint szakma, miután befejezik a képzéseket, legyen ez szakmaképzés, vagy egyetemi oktatás. Hisz az orvosaik például remekek, ugye viszonyítási alapom is van, mondhatom a családi személyes példát, ugye feleségem Marosvásárhelyen tanulta az orvostudományt, és ott hallgatta, és ugye azt is tudjuk, hogy a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti és Orvosi Egyetem az egyik legjobb ebben a kategóriában, Romániában, és a feleségem azt mondta, hogy hát gatya felkötős a Debrecenben orvostudományt hallgató kollégákkal tartani a lépést. Mind a mellett, hogy azt hiszem, hogy ez csak egy plusz információként mondom, senki ne vegye azt, hogy dicsekvésként mondom, végig ösztöndíjas volt a feleségem Marosvásárhelyen, úgyhogy 9 fölöttiek voltak mindig az eredményei, és az államvizsgája is a 10-eshez közelített. Tehát az élvonalba tartozott, és mégis azt mondta, hogy gatya felkötős a debreceni kollégákkal versenyben lenni, mert ugye ő most Nyíregyházán rezidensben gyógyász. Úgyhogy ez és egyéb tapasztalatok is ugye azt mutatják, hogy egy autószerelő is az emberrel akar menni, azért azt tudjuk, hogy Debrecenben elég jó műhelyek vannak, és nem csak a műhely felszerelt, hanem a benne dolgozó ember is tudja, mihez kell nyúlni, és mire kell gondolni, hogyha XY problémája van az autónak, és sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy teljes mértékben rendben van a képzés Magyarországon. Persze ott is vannak valószínűleg hiányosságok, minden rendszerben vannak hiányosságok, nincs egy tökéletes tanügyi rendszer szerintem a világon, de az alapok mindig azt hiszem... Mindig az a döntő, hogy mihez képest. Az alapok azt hiszem, hogy rendben vannak, igen. Van itt egy érdekes történet, hát szerintem erről tényleg nincs többet, mint mondani, mindenkinek vannak tapasztalatai, vagy hall valakit, aki ott tanul, illetve jó benyomásai vannak, természetesen, ahogy te is mondtad, biztos vannak problémák is, mint ahogy az általad említett CEU-s műsor is, természetesen ott is megvannak a problémák azzal kapcsolatban, szerintem nem kéne semmibe beleszólni, ami oktatás, már mint olyan szinten, hogy bezárni, illetve stb. De ez tényleg már másik téma. De van itt egy sokkal érdekesebb történet. Említettem neked itt a felvétel előtt, és kérdően néztél rám, mert ezek szerint nem ismerted. A koszovói külügyminiszter életveszélyesen megfenyegette szerb kollégáját, szól a hír cím mondata vagy címe. Ivica Dačić, szerb külügyminiszter elmondása szerint Begyet Pakoli február 1-én a nyugat-balkáni országok külügyminisztereinek bukaresti találkozóján fordult oda hozzá, és szerb nyelven annyit mondott,
Ha lesz valamilyen merénylet, csak tud, hogy mi albánok voltunk. Ez azt mutatja, hogy nagyon idegesek, mert kicsúszik a lábuk alól a talaj, fogalmazott Dačić. Kiemelte, a koszovói miniszter fenyegetése arra reagált, hogy tájékoztatta Koszovó-Szerbia része, ezért ott is ő a külügyminiszter, Pakoli pedig csak a segédje. A koszovói külügyminiszter kijelentését élesen bírálták a szerb politikusok, és azt várják, hogy a nemzetközi közösség, elsősorban az Európai Unió is megszólal az ügyben. Koszovó 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. A két fél között 2013-ban brüsszeli közvetítéssel megkezdődött a kapcsolat normalizálását célzó párbeszéd. Egyelőre azonban nem történt jelentős előrelépés, csak hátralépés, ezt már én tettem hozzá. Hát igazából így szólhatna a hír. Ezek azért durva dolgok, mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy ez így egy picit kisarkított a szerb fél, és próbálta úgy érteni, hogy ez legyen a mondani valója. Áldozatként próbálják bemutatni magukat. Igen, viszont... Ukrán-orosz jutott eszembe. Azt is, ugye? Ugye, csak hogy, itt a nagyobbik játsza az áldozatot. Hogy nem kell messzire menni, rögtön ott a sarok másik oldalán is vannak problémák. Szóval, hogy most ez az egyik oldala a dolognak, ugyebár a szerb oldalról, szerb szenvedői fél oldaláról mutatja be a történetet, illetve a koszovóit azt nem ismerjük. De azt nem értem, hogy volt egy olyan mondatod, hogy várják az Európai Uniónak is a hozzáállását ehhez a történet. Miért? Miért van az, ugye hát a múlt héten is beszéltünk erről, miért van az, hogy Európai Unió, vagy Európai Országok mindenbe bele kell szólni, meg el kell mondják. Hát esetleg, hogy a konfliktus van, vagy konfliktus helyzet van, akkor... Ja, a Venezuelával. Igen, talán a NATO az, aki el kell mondja, hogy szerintem mi a helyzet, vagy az ENSZ esetleg kell mondjon valamit, de hogy most az Európai Unió miért kell bármit is mondjon, vagy Spanyolország miért kell ebbe állást foglaljon, hogy akkor most Koszovó és Szerbia között akkor most mi a helyzet. Én azt gondolom, hogy nem, nincs erre szükség, azt gondolom, hogy a feszültségre sincs szükség, és azt gondolom, hogy ha Koszovó 2008-ban függetlenné kiáltotta ki magát, és igazából ott egy albán többségű területen létrehoztak egy független államot, akkor Szerbia, mivel gondolom, hogy nem szerb többség van ott, azért tudták az albánok függetleníteni magukat Szerbiától. Szerbia el kéne engedje ezt a történetet, sokkal jobb lenne mindenkinek az egészségére. Én értem, hogy ez ilyen hatalmi harc, De hosszú távon és rövid távon sem látok én ebben olyan dolgokat, olyan pozíciókat, amiből bárki nyerhetne. Se Szerbia, se Koszovó, se az albánok, se a szerbek. Én azt gondolom, hogy arra kellene törekedjenek ők is, hogy minél inkább békésen meg tudjanak élni egymás mellett és egymás szomszédságában. Az nem járja, hogy én vagyok az erősebb, mi vagyunk a nagyobbak, és bekebelezünk kisebbeket, és azok hallgassanak és fejezzék be, és igazából te csak egy csicska vagy, meg a helyettesem vagy, mert ez egy majdnem ilyen jellegű beszélgetés volt, hogy igazából én vagyok a külügyminiszter, valami helyettesem, valami kis csicskám, mert hogy ott is mi vagyunk az urak. Hát hogy lennének már ők, hogyha 11 éve az független államként működik? Ja, bocsánat, és erre a konferenciára meg volt hívva. Tehát már abszurd a szervnek ugye a viselkedésében a történetben, mert hogyha úgy lenne, akkor ezek szerint nem kellett volna meghívni, mert akkor a szerb külügyminisztert meghívtad. Tehát ezek szerint az Európai Unió és a balkáni országok már beleszóltak ebbe igazából. Látják Koszovót a térképen, tehát van egy Koszovó a térképen. Még egyszer, Szerbia pedig el kellene engedje ezt a dolgot, mert hogy ennek, hogyha ezt így folytatják, jó vége nem lesz. Ugye meg is üzente a szerb, megsukta a szerb külügyminiszter, most ez mennyire volt igaz, mennyire nem, de a hír az így szólt, tehát maradjunk amellett, hogy ez igaz volt, mert reménykedünk benne, hogy független és objektív hír az, amit megírnak az újságírók. Hogyha bármi probléma történne nálatok, akkor tudjátok, hogy mi voltunk. Tehát ez igazából
nem arra utal egy ilyen mondat, hogy nagy a békesség között. Tehát bármikor bármi történhet innentől kezdve, nem? Hát igen, ugyebár mondtad, hogy elengedni. Nem olyan rég beszéltünk Macedóniáról, ugye, ahol két dolgot is elengedtek. És Macedónia szintén a Balkán része, és ugyancsak a és Jugoszláviának ugyanúgy a része volt, így van. Ugyebár megengedték. Hát szorosan, de végül pozitívan jött ki, mármint a görögök részéről pozitívan. Ugye éveken át ment a herce hurca, hogy az, hogy Macedónia, az végül is Görögország része, és hogy változtassa meg Macedónia nevét Észak-Macedóniára, illetve ugye ott volt az albán nyelv hivatalos nyelvététele, vagyis a macedón mellett albánul is hivatalosan lehet beszélni, használni azt a nyelvet Macedóniába. Igen, tehát lehet azon a területen okosan is megoldani a dolgot, meg nem okosan is, de megy ott azért az adok-kapok, nem tudom, a tavalyi világbajnokságon emlékszel-e, volt egy szerb-svájci mérkőzés. A svájci gárdáról azt kell tudni, hogy vannak egy páran, akik koszovói felmenőkkel rendelkeznek, illetve ha nem is ott születtek, de a közvetlen szüleik, ők még a 90-es évek elején a háborúból menekültek nyugatra, és elég nagy koszovói kisebbség, illetve albán kisebbség él Svájcba. Ez már odáig fajult, hogy a válogatottba is felnőtt játékosok játszanak, és éppen egy Szerbia elleni mérkőzésen az egyik albán kisebbségbeli svájci rúgta a győztes gólt, és hát elég egyértelmű jelét mutatta, hogy most így beszól a szerbeknek, ugyanis a kezéből egy ilyen egy sast mutatott, ami ugye az albán nemzeti lobogón is rajta van, az albán fekete sas, és ezzel jelezte a szerbeknek, hogy hát hello, akkor most ti most azt csinálhatjátok, amit most itt az adásban nem szeretnék kimondani. Szóval megy ott az adok-kapok, amúgy ebbe beleszólt a FIFA is, és meg is büntette a játékosokat, úgyhogy nem szép dolgok ezek, és visszatér. Nem szabad, bocsánat, nem szabad sast mutatni? Nem szabad politikai jellegű dolgokat belekeverni egy labdarúgó mérkőzésbe, amivel én tökéletesen egyetértek. Tehát ne ott üzengessünk abba a 90 percbe, hogy most, hogy... Szóval érted, hogy mit akarok mondani. Amúgy van erre más precedens is, és akkor maradjunk még mindig a focinál, hogy például egy Európa-bajnoki vagy világbajnoki selejtezőre Ukrajna nem lehet egy csoportba Oroszországgal, illetve Grúzia, Azerbajdzsán, ha jól emlékszem. Nem, Örményországgal, bocsánat. Tehát vannak ilyen konfliktusok, amik ilyen dolgokat szülnek. Érdekes, hogy mind kellettem. Reméljük, hogy ott is marad, és hogy nyugaton nem lesz, de soha nem lehet tudni, ugye a történelem mit hoz és mit vetít előre. Nem az lenne az észszerű, hogyha... Ha már mindenki Európai Uniótól, meg valamikor az Egyesült Államoktól, hát mostanában kezdték el, hogy az Európai Unió mondja meg akkor, mi van állapotot, akkor, hogyha az Európai Unió és az Egyesült Államok, meg teszem azt Oroszország, mert hogy ők a nagyobb hatalmak itt ebben a háromszögben, meg hát ugye Kína is, nem lehet kihagyni, és akkor most már négyszögről beszélünk, és lehet, hogy ezen közül mi vagyunk a legkisebbek, már mint Európai Unió, és nem csak területre gondoltam. A lényegtelen, tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy nem azt kellene akkor tenni a világ nagy hatalmainak, akkor nevezzük így ezt a csoportot, hogy ezeket a konfliktusokat akkor üljenek le hideg fejjel, amikor nincs konfliktus, nem amikor már van, és kikezdték egymást, és megy az adok-kapok, és akkor már mindenkit próbálnak meggyőzni, hogy igazából kikezdte, én csak visszaadtam a pofont alapon a dedóba, az óvodába, és mindig ez volt, hogy nem én verekedtem, én csak visszaadtam, az Ági húzta meg a hajamat. És akkor eldönteni, hogy akkor ezek a területek akkor hogy és mint merre, és akkor meghúzni, és akkor azt mondani, hogy na, rendben van testvéreink, akkor innentől kezdve ehhez tessék tartani magatokat. Hát jó, csak hogyha azt nézed, hogy mondjuk az oroszok, ők mindig
szeretnek beleszólni. Az amerikaiak is. Most meg a, igen, csak most az elmúlt pár évben ők inkább elzárkóznak most már mindenfelől, ugye az iraki vagy iráni megegyezésből is kiszálltak, a klíma cuccból is, tehát ők most próbálnak úgy a saját dolgaikkal foglalkozni. Nem tudom, hogy nekik kéne ezt megoldani. Jó lenne úgy megoldani tényleg, hogy mindenki segítse megoldani ezt a dolgot, de egyeseknek inkább az a fontos, hogyha vannak konfliktusok, hogy akkor lehet halászni a zavarosban. Igen. Értekeket. Feltartsanak bizonyos érdekeket, így van, ahogy mondod. Lobbizzanak bizonyos ügyekért, és van, amikor kapóra jönnek ezek az ukrán-orosz ellentétek, meg koszovói szerb ellentétek. Csak nekem ezzel az a bajom, hogy én ezt értem, rendben van, amit azt is értem a második felét, amiről beszélni akarok, csak megérteni nem akarom, vagy megemészteni nem tudom, lenyelni nem tudom, hogy ennek mindig a kis ember és a kis polgár az, aki megissza a levét ezeknek a érdekellentéteknek és ezeknek a politikai döntéseknek, vagy nem döntéseknek. Tehát az, aki naponta 8-10 órát robotol a gyárban, vagy orvosként dolgozik és robotol a műtőben, ők isszák meg a levét ezeknek a dolgoknak, nem azok, akik egyébként érdekből valamit csinálnak, vagy nem. Csinálnak. Igen, és ez mindig is így dölt el, tehát ez nem most lenne így először, hanem kéne tanulni az eddigi esetekből. De hát nagyon kapzsi a világ. Következik a Szájkarate 2.0. A Rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat. Akkor ez még mindig a Szájkarate 2.0, az utolsó blokkunkkal folytatjuk, Demián Zsolt és Lenkár Péter a mikrofonok mögött. Ugyebár az elmúlt egy hét híreiből szemezgetünk itt, és az érdekesebbeket átbeszéljük. Beszéltünk már koszovói szerb ellentétről, illetve a magyar egyetemek hallgatóinak a növekedéséről az elmúlt 8-10 évben. És a többi. Szóljatok hozzá amúgy a műsorhoz, a témákhoz külön, vagy úgy unblock a munkánkhoz. Szívesen vennénk a visszajelzéseket. Van itt még két témánk, amivel szeretnénk egy picit foglalkozni. Van itt egy olyan hírünk, hogy 89 jelentkező van az ukrán elnöki posztra. Idén március 31-én lesz a választás napja Ukrajnában. Határidő vasárnap járt le, a Központi Választási Bizottságnak pedig február 9-ig kell közzétenni a jelöltek végleges listáját. A testület eddig mintegy 50 jelölt regisztrációját vizsgálta meg, és 37 jóvá hagyta. Közöttük van Petro Poroshenko jelenlegi ukrán elnök is, aki vasárnap regisztráltatta magát. Az elnökválasztás favoritja, mindazonáltal Julia Timoshenko volt kormányfő, az ellenzékben lévő hazapárt vezetője. A legutóbbi felmérések eredménye szerint az első helyre emelkedett az elnök jelöltek népszerűségi listáján Volodomir Zelenszkij, showman, komikus színész, nagyon kis fölénnyel ugyan, de maga mögé utasítva addig szilárdan vezető Julia Timoshenkót, ahogy már mondtam, a választás március 31-én lesz. Akkor várható, hogy nő lesz? Hát volt már, persze. Tehát Ukrajnában szép, minden lehetség. Szép szőke haja volt, és gyönyörűen be volt mindig fonva ugyanúgy. Erre nem emlékszem fonott hajú képre róla, de lehetséges. Ennyi maradt meg. Belekeveredett valami botrányba, ha jól emlékszem, már nem pont tudom. Ukrajnában se lehet eldönteni, hogy belekeverték, vagy vitték, igen. Vagy mondták róla. Nem is tudom Ukrajnában ki az, aki nem keveredett még botrányba, vagy valamilyen dologba, de hogy van ez, hogy 89 ember is lehet elnök? Sokan elégedetlenek biztos, hogy jelenleg elnök, és 89-en úgy gondolták magukra, felkeltek reggel, belenézik a tükörbe, és úgy gondolták, hogy
ők meg tudnák ezt csinálni, tudnák vezetni azt az országot. Jó, ami de... egyébként nagyon nehezen vezethető és rossz körülmények között találja most magát épp Európa és Oroszország között, és nem tudja, hogy merre. Moldva köztársaságban is nem sokára lesznek a választások. Ott is van egy ilyen nyugat, vagy kelet fele tartsunk dilemma. Úgy tűnik, hogy ezek az országok itt közel Romániához, amelyek még nem Európai Unió tagok, nagyon erős, hát én nem tudom, csalogatásban vannak jobb oldalról, vagy és bal oldalról is, vagy taszításban, vagy szorításban, nem tudom ezt igazából, hogy most ez csalogatás, vagy taszítás, szorítás, de hogy ez tehát a pártok, mindkét országban, a két legnagyobb párt, általában a kormánypárt és az ellenzéki párt, egyik arról beszél, hogy Európa fele kell közelíteni, a másik meg ennek az ellenkezőit szokta mondani, azt, hogy Oroszország fele kell közelíteni. És nem tudom, ez a 89, kerekítsünk 90-re, mert ez hát nekem könnyebb megjegyezni, ez a 90 ember közül ki, hány, merre, hova vezetni, vinni az országot. De nem is olyan egyszerű egyébként Ukrajnát vinni bármerre is. Igen, és az egyik dolog, ami engem zavar, bár biztos vagyok benne, hogy van rá egy tökéletesen egyszerű válasz, amit csak én nem tudok, hogy miért kell valakihez mindig tartozni. Tehát miért nem lehet azt ott úgy... Tehát, hogy mindig valami érdekek mozgatnak mindent, és ez engem például nagyon, nagyon zavar. Hát mert nem vagy haver valamelyik naggyal. De jó, értem én a kis... A suliban is, ugye, a suliban is mindig csoportosultak a gyerekek, ugye, általában... Klikkesett. Hát, általában voltak klikkek, igen, ezt akarom mondani, és a klikkekben meg voltak hangadók. Na hát azok a... És ezeket a hangadókat kell ilyen Oroszországnak, Uniónak nézni igazából. Na mindegy, ez ilyen való emberi világ stílus, tényleg. Mindegy, ne menjünk ebbe bele. Még egyszer mondom, lehet, hogy én vagyok túl egyedi gondolkodású. A másik meg, hogy egy országot lehet akkor jobbra kanyarítani, vagy balra, mert mondtad, hogy sokan gondolják úgy, hogy elégedetlenek, vagyis hogy gondolják azt, hogy elégedetlenek, és szeretnék ők irányítani, de akkor legyen három vagy négy valaki, akinek vannak elképzelése, hogy merre, de 89 fele nem lehet, vagy 89 féle variáció nincs arra, hogy Ukrajnát melyik irányba kéne vinni, nem? Tehát akkor miért nincs az, hogy ez a 89 egyed, ez legalább így háromba szökik, vagy hogy három csoport alakul ki. Érted, hogy mit akarok mondani? És akkor azokat a csoportokat képviseli legalább egy-egy ember. Lehet, hogy második fordulóra le fog ez egyszerűsödni. Hát az már... És 89-ből... Lesz 80. Hát nem, hát igazából lesz 87. Jaj, bocs. 87, aki kiesik a történetből, akarom mondani. Ez a 87-be fog állni X vagy Y háta mögé. Igen, és igen. Arra szóval fogja, szükség van egy arra, egy igen, arra fogja buzdítani majd a szavazóit, hogy őt vagy őt támogassák. Nem tudom, igazából nem vagyok annyira otthon az ukrajnai belpolitikával és az államfői választásoknak a eredményeivel, vagy irányaival, vagy azoknak az embereknek az irányaival és elképzeléseivel, akik beiratkoztak ebbe a versenybe. Nem hallottam még egy országban sem, ez nekem ez a furcsa, 89, nekem is sok. Duzzatnak tűnik ez a szám. És ugye ami érdekes, hogy jó pár éve ugye kormány döntés volt, és ez a Petro Poroshenko lett az államfő, és most ez megint vissza fog legalábbis a felmérések szerint változni, mint ahogy a legtöbb keleti országba a rendszerváltás után, hogy mindig ugye mindig az ellenzék lett a legközelebb a kormányon, és aztán ez így mindig cserélődött, de ahhoz mit szólsz ehhez a showman komikus színészhez, aki átvette most jelenleg a vezetést a Timoshenkótól. Tehát ő úgy elindult választáson, ugye ez mostanában menő, hogy híres. Nem ismerem. Ja, én sem, nem, már a helyzettel. Már mind nem tudom a helyzetet, nem ismerem a helyzetet. Hát itt van a hírbe, hogy a legutóbbi felmérések eredménye szerint az első helyre emelkedett az elnök jelöltek népszerűségi listáján Volomir Zelenszkij, showman, komikus színész, aki kis fölénnyel ugyan, de maga mögé utasítva az addig szilárdan vezető Julia Timoshenkót. Tehát, hogy egy celeb, egy híres ember is beállt a sorba.
És lehet ő lesz Ukrajna kormányfője, hogyha elegendő olyan hülyét gyűjt maga mögé, aki rá fog szavazni. Figyelj, az embereknek ezt lehetett látni a Trump választása óta, hogy az embereknek ezekből a steril politikusokból úgymond elegük van. Steril? Igen, mármint olyan, hogy ilyen politikai üzenetekre és politikai dumákra vannak beállítva, és elkezdik magyarázni, és a GDP, és a külkereskedelem, és a nem tudom milyen százalék, és a jövedéki adó, és a nem tudom mi. Igazából ezek olyan dolgok, információk, adatok, amelyek biztos fontosak, de az ember arra kíváncsi, hogy jövő héten mi lesz, meg az első intézkedésed mi lesz, és nekem attól az életem hogy lesz jobb, tehát le kell fordítani igazából a köznépnek a nyelvére azt, amit mondani szeretnél. Ezt csinálta egyébként az Egyesült Államokban Trump, hogy hétköznapi dolgokról beszélt, és hétköznapi intézkedésekről a hétköznapi embereknek, és jöttek ezek idézőjelben hibrid politikusok, mint a Clintonné, akiről azt gondolták, hogy meg tudja tartani a demokrata párta az államfői széket, mert az Obamára szavaztak, mert néger volt, a Clintonra majd fognak szavazni, mert ő meg nő, és egyébként meg a néger azt mondja, hogy szavazzanak a nőre, és egyébként ez a nő ez olyan rendes, hogy elmondta, hogy mind a mellett kiállt a férje mellett, hogy neki volt ez a kapcsolata Lewinsky-a. Tehát igazából ez, az is egy Muppet Show volt. Ezzel lehet választást nyerni? Igen, hát nem tudom, nem. Nem lehetett. És kampányt. És Clinton úr pedig elmondta, hogy igen, az ő felesége a legjobb asszony a világon. Tehát ezzel nem lehet választást nyerni, és úgy tűnik, hogy azzal sem lehet, hogy ilyen politikai üzenetekbe mennek be az emberek. Attól tartok, hogy ez az irány... Tartok, hát nem tartok, mert miért tartani? Nincs nekünk ettől félni való, ez az irány meg fog erősödni, akár Ukrajnában is, ugye? Látjuk, hogy ugye felütötte a fejét, most már értem a hírt, hírnek ezt a részét is, hogy ez az úriember igazából nem foglalkozott eddig politikával, de valószínűleg szereti a hazáját és az országát, és ezért elindult ezen a választáson, és gyűjtött elég embert a hátra mögé. Igazából ez kell az embereknek, tehát az kell, hogy népszerű legyél, tehát ismerjenek abban a környezetben, ahol te indulsz. Vagy abban a városban legyél közismert, az sem már, ha közkedvelt vagy, persze nem elég, ha nem mindegy, hogy híres vagy, hogy hírhet vagy. Mind a kettőt ismerik ugye az emberek, de nem mindegy, azért van egy hajszál különbség. Illetve, hogy olyan üzeneteket fogalmaz meg, ami érdekli a hétköznapi embereket. Ezek a politikusok, akik régóta bent vannak a politikában, picit el is vannak rugaszkodva a hétköznapi embereknek a problémáiktól, szükségleteiktől, és a megoldásuktól is ebből ugye következik is. Nem azt mondom én, hogy ők rosszul csinálják, vagy rosszul akarják csinálni, csak ők beálltak ugye a sorba 1900 roppant régen. Amikor is azok voltak a prioritások, hogy akkor ők szépen felállították, hogy akkor lépésről lépésre ezeket hogy érjük el, csak azóta eltelt 10-15-20 év, és a prioritások már régen mások is. Ők bent vannak nap, mint nap a malomkerékben, és bent vannak a parlamentben, és tolják, és nem biztos, hogy azt tolják, amit az emberek szeretnének. Jön egy külső ember, aki pedig az emberek között éli mindennapját, és rögtön megérzi, hogy mi az az üzenet, hogy melyik irányba kell elmenni. Itt veszítenek óriásan, hogy szerintem azok, akik ilyen hibrid, vagy hogy mondtam, milyen politikusok, mit mondtam, steril politikusok, igen. Hát bejönnek az ilyen nem steril politikusok, nem politikus igazából, ő komikus, Trump, üzletember, és még lesznek ilyen példák valószínűleg. Most, hogy ez a világnak jó, vagy nem jó, azt majd később meg fogjuk 20-30 tudni. 40 év múlva, igen, meglátjuk. Szóljatok hozzá ti is a műsorhoz, YouTube csatornánkat el lehet érni, fel lehet iratkozni a csatornára, ez azt jelenti, hogy a feliratkozás után onnantól mindig értesítést kap az illető, hogyha friss adás kerül fel. Facebook oldalunkon szóljatok hozzánk, honlapunkon szóljatok hozzánk, hallgassatok hétköznaponta, minden hétköznap reggel 9 és 10 óra között élő adást az érhangja.ro per rádió oldalon, ahol friss hírekkel várunk titeket, zenei kínálatunk változott idei évtől, bővítettük, komoly zenei, illetve jazz adásaink is vannak. Mi megköszönjük Zsolttal a figyelmet mára. Szép estét kívánunk mindenkinek, és rádiózzatok még sokat velünk. Mindenkinek minden jó, sziasztok!
Következik a Száj Karate 2.0. A rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat. I got to move.